estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának szeptember 5-ei adását látják. Szigorú járványügyi szabályok mellett vette kezdetét a 2020-2021-es tanév. A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió emberrel vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése. A fiatalok körében a betegség lefolyása jellemzően enyhe, de megfertőzhetik a szüleiket, nagyszüleiket és a környezetükben lévő felnőtteket. Közös érdekünk, hogy vigyázzunk egymásra. Most pedig következzen képes tartalomjegyzékünk. Már igényelhető a fűtés támogatása a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A Sárvári Gárdonyi Géza általános iskolában rendben megkezdődött az új tanév, szeptember 1-én 474 diák ült az iskolapadba. A rendőrség Házhoz megyünk bűnmegelőzési programjának keretében szerveztek kerékpárjelölő és nyilvántartásba vevő kerékpár regisztrációt. A Köszönjük Magyarország program keretében szervezett ünnepi programsorozatot a Nádasdi Kulturális Központ augusztus 19-én és 20-án. Augusztus 20-án újabb 4 színpaddal bővült a Várkörútnapok kínálata, így a kétnapos utcai és várzenei fesztiválon több mint 30 fellépő vett részt. A 19. vármíting a vírushelyzet miatt esténként csak 500 főt fogadhatott, ami furcsa volt a szervezőknek, a fellépőknek és a közönségnek egyaránt. A Maminti színjátszó csoport augusztus 29-én és 30-án mutatta be a Találkozzunk tegnap ilyenkor című előadását a Nádasdi Várban. Augusztus 29-én 3 csapat részvételével rendezték meg a Serverfürdő Kupa 2020 felkészülési tornát a Sárvár Arénában. Sárvár önkormányzata évek óta így 2020-ban is fűtéstámogatással kívánja segíteni a sárvári családokat. A fűtéstámogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodájában lehet előterjeszteni a 2020. szeptember 1-től 2021. március 31-ig terjedő időszakban. Kondora István polgármester örömmel jelenthette be, hogy a sárvári önkormányzat az idei fűtési szezonban is tudja fűtéstámogatással segíteni a sárvári családokat. A nyomtatvány és a hozzá szükséges jövedelemigazolás a Sárvári Hírlap 2020. augusztus 28-i lapszámában jelent meg. Megint elmúlott egy év, itt vagyunk augusztus végén, és megint jön a következő szezon, a fűtéstámogatást is elindítjuk. Közé tesszük a Sárvári Hírlapba, egyébként egy egyszerűsítettebb adatlapon lehet igényelni. Az elmúlt évben, 19-ben 550 és 600 között volt azoknak a száma, akik igénybe tudták venni. Tudjuk, az elmúlt években kétszer is, talán 14-ben meg 19-ben emeltük részben a jogosultsági határokat 20-20%-kal, részben pedig az adható támogatásokat is 20-20%-kal. Tehát én azt gondolom, hogy az országos rezsicsökkentéshez kapcsolódóan ez már egy érzékelhető segítséget jelent azoknak, akiknek valóban a lakáskiadással kapcsolatos fűtési díjuk nehezen teljesíthető ezeknek a támogatások nélkül. A fűtéstámogatás szempontjából rászorultnak az tekinthető, akinek a családjában az egyfőre jutó nettó jövedelem a 102.600 forintot, egyedülálló esetén a 112.860 forintot nem haladja meg.
Ha a kérelmező és a házastársa nyugdíjas, vagy ha a kérelmező egyedül neveli a gyermekét, a jövedelem határ 123.120 forint. Az egyedül élő nyugdíjas kérelmezők 135.432 forintot meg nem haladó jövedelem esetén jogosultak a támogatásra. Két irányi megközelítést láttok. Egyrészt nagyjából az elmúlt 20 évben már azóta próbálkozunk ilyen támogatásokkal. Ugye 2010-től bejött az, hogy a rezsicsökkentés elindult, és minden energiaköltségnél jelentős állami támogatás van. A másik oldalon volt egy szép lassú nyugdíj, meg egy erőteljesebb béremelkedés, tehát azok az értékhatárok, amelynek alapján igénybe tudták venni a sárváriak, azok elmozdultak, mégpedig fölfele, tehát nekünk is ehhez lépni kellett, és úgy látom, hogy ha nem is olyan mértékű ma már ez a segítség százalékban, mint ami a korábbi években volt, de mégis egy olyan segítő támogatást tud adni a város, ami részben gesztusértékű, részben pedig konkrétan érzékelhető segítséget jelent, különösen az egyedülállók esetében mondom ezt, amely valóban a mindennapi életnek a körülményeit azért javítja. A fűtéstámogatás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal hatósági irodájában lehet előterjeszteni 2020. szeptember 1-től 2021. március 31-ig. A támogatás legfeljebb 5 hónapra állapítható meg, havi 5000 forint összegben. A teljes fűtési szezonban így 25000 forint nyújtható. Folytatjuk a sárvári iskolák tanévkezdését bemutató sorozatunkat. A sárvári Gárdonyi Géza általános iskolában is rendben megkezdődött az új tanév. Szeptember 1-én 474 diák ült az iskolapadba. Az intézmény falai között 87 kiselsős kezdte meg a tanulmányait. Az oktatás hagyományos munkarend szerint, de szigorú járványügyi szabályok mellett zajlik. Szeptember 1-én becsengettek az iskolákba, megkezdődött az oktatás. A Gárdonyiban már ismerkednek az elsősök az új környezettel, a társakkal, a tanítónénikkel, a tankönyvekkel és az iskolai lét minden csínyával, binnyával. 87 elsős kezdte meg tanulmányait a 2020-2021-es tanévben az intézményben. Német Ernő, a Sárvári Gárdonyi Géza általános iskola igazgatója elmondta, tapasztalt tanítókkal, felfrissült osztálytermekkel várták az első osztályosokat. 474 diákkal kezdtük az új tanévet. Létszám növekedés volt az intézményünkben, 40 tanulóval több jár a tavalyihoz képest. 3 első osztályt indítottunk, 87 tanulóval. Az első A osztály tanítónői Károlyi Krisztina Kovács Beáta, első B osztály tanítónői Markovics Tímea Horváth Éva, az első C osztály tanítónői Németné Csonka Andrea és Rubin Gabriella. Mindhárom osztályban tapasztalt pedagógusokat sikerült indítanunk. Az osztálytermeket kifestettük az elmúlt tanévben, egyik osztályunkban új padokat is sikerült vásárolnunk, úgyhogy nagyon vártuk a kis elsősöket. Az igazgató rámutatott, újdonságot is hozott az idei tanév. 2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben bevezetésre került a módosított nemzeti alaptanterv. Ebben a tanévben, a 2020-21-es tanévben felmenő rendszerben be kell vezetnünk az új nemzeti alaptantervet. Az első és ötödik évfolyamon bevezettük az új alaptantervet, hogy ezeken az évfolyamokon már új tankönyvekből dolgozunk. Ennek megfelelően át kellett dolgozni a pedagógiai programunkat az új NAT-nak megfelelően. Az egyik legfontosabb, ami szembetűnik az új helyzetben, az új programban, hogy kevesebb óraszáma van a tanulóknak. Ami azt jelenti, hogy átlagban, ha egy első és nyolcadik évfolyamot nézek, másfél órával kevesebb a tanulóknak a terhelése. Hagyományos munkarend szerint kezdődhetett el a 2020-21-es tanév, de az iskoláknak számos járványügyi intézkedést be kell tartaniuk. Ez a Gárdonyi iskolában sincs másként. Az intézménybe szülők, látogatók csak indokolt esetben ügyintézés céljából mehetnek be. Nyilvántartást vezetnek a be- és kilépőkről, fokozottan odafigyelnek a higiéniára és a csoportosulás elkerülésére is. Egyik legfontosabb szabály,
hogy az intézményünkbe csak tanuló, illetve pedagógus léphet be. Szülők csak akkor jöhetnek be, hogyha hivatalos ügyet intézünk. Az intézmény 4 bejáratát nyitottuk ki, az osztályokat elosztottuk 4 bejáraton keresztül. A bejárás, illetve a kiállás ugyanezeken a bejáratokon, illetve kiállaton keresztül történik, ezzel is elkerülve a csoportosulást, hogy egy időben nehogy sok gyermek, illetve felnőtt legyen az épületen belül. A csengetési rendet is átalakítottuk, méghozzá olyan formában, hogy az alsó tagozatosok, illetve a felsősök külön csengetési rend szerint működnek, lehetőleg a folyosón együtt ne tartózkodjon a 474 gyerek. Így sikerült megoldanunk azt, hogy kevesebb tanuló tartózkodik az épületen belül egy időben. Az alsó tagozatosok végig a tanítónőkkel vannak a délelőtt, illetve délután folyamán, ők csak együtt mozoghatnak a tanítónőkkel. Ugye a felső tagozatban ott egy kicsit más a helyzet, mert az osztályfőnököknek más órájú van mindig más teremben, de most ebben a helyzetben a szaktantermi rendszert azt felfüggesztettük, tehát minden felsős tanuló az osztályában marad órákon. Nagy hangsúlyt helyezünk a készfertőtlenítésre, illetve a fertőtlenítésre. Az épület minden pontján helyeztünk ki fertőtlenítőket, illetve a mosdókban, illemhelyeken kéztörlőt, szappanokat helyeztünk ki. A tornatermi öltözőket is átalakítottuk. A tanulók egy időben több helyen öltöznek, hogy a távolságtartást tudjuk biztosítani, a másfél méteres távolságot, és a testnevelés órák közötti időszakban folyamatosan fertőtlenítjük az öltözőket, tehát vége van az óráknak, a takarítónőink bemennek, fertőtlenítés, és jöhet a következő osztály. Német Ernő a szülők megértését kérte a kialakult szabályok kapcsán. Kihangsúlyozta, hogy fegyelmezett viselkedéssel, az alapvető óvintézkedések betartásával elkerülhető az iskolákat érintő korlátozások bevezetése. A rendőrség Házhoz megyünk bűnmegelőzési programjának keretében szerveztek kerékpár jelölő és nyilvántartásba vevő kerékpár regisztrációt Sárváron. A Vasmegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársai a Polgárőr Egyesület irodájánál várták az érteklődőket. A kétkerekűek nyilvántartására létrehozott Bike Safe elnevezésű országos adatbázisban való regisztrációt követően nagyobb biztonságban tudhatóak a kerékpárok. Az ellopott, de megkerült kerékpárok ugyanis a nyilvántartási rendszer segítségével beazonosíthatóak, így azok nagyobb valószínűséggel visszakerülhetnek jogos tulajdonosaikhoz. Sokaknak napi munka és sporteszköze a nagyértékű kerékpár, amire a regisztrációval is vigyázni lehet, mondta Vabzsákné Kondor Eleonóra, a Sárvári Kerékpár Egylet tagja. Ez rendkívül fontos szolgáltatás. Én azt gondolom, hogy minden kerékpár tulajdonos nagy örömmel vette ezt, hogy regisztrálják a kerékpárjait, mert nagyon nagy bosszúságot tud okozni akkor, hogyha eltűnik a kerékpár munkaeszköze, valakinek akadályozhatja a munkába jutást, sporteszköz, amik még nagyobb értéket képviselő kerékpárok, szintén bosszúságot okozhat. Nem beszélve arról, hogy én a Sárvári Kerékpár Egyletnek vagyok a tagja, és bátran állíthatom, hogy családok is csatlakoznak ehhez az egylethez. Így 2, 3, sőt 4 fős családok is, ha ezek közül a kerékpárok közül eltűnik, azért biztos, hogy érvágás lehet egy család részére, amikor új kerékpárt kell beszerezni mondjuk a gyereknek, vagy a feleségnek. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy könnyebben meg lehet találni, meg lehet keresni ezeket a kerékpárokat, ha eltűnnének. A Bike Safe program indulása óta már több ezer kerékpárt regisztráltak, mondta el Varga Sándor rendőralezredes, a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa. Több éve folyik ez a program, illetve a regisztráció. Gyakorlatilag a rendőrségnek van egy olyan internetes felülete, ahol a kerékpárokat tudjuk regisztrálni. Nagyon jól tudjuk, hogy régen volt egy névtábla, ugye azt mindig leszették, ez volt a legelső, utána gyűjtötték az adatokat, de igazából egy bázis nem volt, amiből vissza tudtuk volna ellenőrizni a kerékpárokat. És aztán 2015-től lett egy Bike Safe regisztráció, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy aki elhozza a kerékpárját, arról készítünk 3 felvételt, adunk hozzá egy kártyát, egy matricát, bekerül egy számítógépes programba, és itt a program segítségével, ha valami történik a kerékpárról, mondjuk elveszik, elviszik, vagy valahol megtalálja mondjuk a rendőrséget,
rendőrség, akkor vissza tudjuk keresni a tulajdonosát. A bűnmegelőzési alosztály munkatársai a vagyonvédelmet érintő információkkal is az érdeklődők segítségére voltak. Hát ez egy sikertörténet, gyakorlatilag több ezer kerékpár van benn már ebben a programban. Itt, ahova kitelepülünk, mindig nagy népszerűségnek örvend a Bike Safe. Most is több tucat kerékpárt regisztráltunk, és remélhetőleg 18 óráig még nagyon sokan el fognak jönni. Néhány perc a regisztráció, a fénykép, az 2-3 perc alatt megvan, adatokat felveszünk, egy maticát kap mindenki, illetve egy kártyát, és nagyon gyorsan megvan, későbbiekben pedig e-mailen vagy telefonon értesítjük őket, hogy a rendszerben, amikor felvittük, akkor milyen sorozatszámot kapnak. Nem csak kerékpárokat regisztrálunk, hanem többek között vagyonvédelmi tanácsokat is adunk. Az áldozatsegítő központtól is vannak itt munkatársak, Sárváról a rendőrkapitányságról is vannak, és a Havas megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályáról vagyunk ketten. Tehát vagyonvédelemmel kapcsolatban, de ugyanúgy a kerékpárokkal, a kerékpárok védelmével, milyen, hogy szereljük fel a kerékpárunkat, vagy milyen védelmi eszközöket használjunk, azzal is tudunk, abban is tudunk tanácsokat adni az ide látogatóknak. A Bike Safe Ringaőr programhoz online regisztráció során otthonról is lehetőség van a kerékpár adatainak rögzítésére az adatbázisban. Törzskönyvet kapnak azok a kerékpárok, amelyeket az interneten regisztrálnak tulajdonosaik a bikesafe.hu oldalon. A Köszönjük Magyarország program keretében szervezett ünnepi programsorozatot a Nádasdi Kulturális Központ augusztus 19-én és 20-án Várkörútnapok néven. Az államalapítás ünnepének és egyben a város születésnapjának az előestéjén a szervezők a Hild Parkba és a Nádasdi Vár udvarán várták a kikapcsolódni vágyókat. A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet életünk több területét is megnehezítette. A magyar kormány ezért meghirdette a Köszönjük Magyarország programot, mely az előadó művészeti világot segítette azzal, hogy biztosítja a résztvevő művészek fellépti díját. A Nádasdi Kulturális Központ élt a lehetőséggel, és ismert zenészeket, tehetséges artistákat, táncosokat hívott Sárvárra. A vár munkatársai a program összeállításakor arra törekedtek, hogy a fellépők segítségével bepillanthassunk egy változatos és gazdag művészeti világba. Az első nap két helyszínen várták a sárváriakat és a turistákat. A Hild Parkban a Pejcsik Panna projekt, a Vas megyei Bagatel, a Dirty Slippers és a Junkies adott koncertet. A Nádasdi Várban Bizekemi és az Álomszép gyermekkoncertjével várták a közönséget, majd a Madrász világzenei koncertje után a sárvári fiatalokból álló Raven Mask lépett színpadra. A Madrász Folk Rock világzenei koncertje után a zenekar két tagját, Fehér Nórát és Haraszti Mátyást kérdeztük arról, mit jelent számukra koncertet adni a történelmi falak között. Igazából csodálatos élmény, már eleve ez az épület adott egy kiváló hangulatot ennek az egész rendezvénynek, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan eljöttek, és még ha talán nem is annyira ismerték a dalainkat, én azt érzem, hogy azért jött velünk a közönség, és ők is nagyon élvezték, és természetesen mi is, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehettünk. Én bevallom őszintén, hogy le vagyok maradva a dallamokkal, de annyira fülbemászóak, hogy a második perc után az ember már dalolja ezeket a számokat. Nagyon érdekes volt hallani, hogy a folk vonal együtt van egy kicsit ezzel a rockosabb vonallal. Ez honnan jött ez az összekeveredés? Egészen egyszerűen magától jött, tehát a zenekar tagjai olyan sokrétű zenei világból érkeztek, hogy kész öröm volt, amikor Nórit megtaláltuk és csatlakozott, és hozott új szint a zenekarba, úgyhogy most itt a nagy Covid után fellélegzünk és elkezdünk újra rendesen koncertezni, úgyhogy megy minden, ahogy szokott, remélem, és hajrá magyarok! És így tovább, és nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, nagyon megható volt itt a várban játszani. See you.
augusztus 19-i programot a sárvári fiatalokból álló Ravenmask zenekar zárta, akik első önálló koncertjüket adták a Várszínpadon. A fellépés előtt a zenekar énekesét, Molnár Sacit kérdeztük várakozásaikról és a tehetségkutató versenyen elért eredményükről. Tényleg nagyon jó lehetőségnek tartjuk ezt az egészet, és nagyon hálásak vagyunk a városnak, amiért megtehetjük ezt a lépést, és különösen ide hoz minket a szívünk, mivel itt is próbálunk. Szóval tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt játszhatunk. Ha jól tudom, nektek már volt egy tehetségkutató versenyben elért nagyon szép eredményetek. Ez mennyire spannolt fel titeket abban, hogy új dalokat alkossatok, és ne csak feldolgozásokkal lépjetek a színpadra? Igazából nagyon jó visszajelzésnek találtuk azt, amit mondtak nekünk a zsűrik, és úgy gondoljuk, hogy ettől csak jobban tudtunk fejlődni a jó irányban, és nyilván ugyanúgy teljes ősszel folytattuk a zeneírás, mint addig is. Terveztek-e közeljövőben esetleg egy demókoron kiadását? Igazából ezen a koncerten még egy élőfelvétel is készül rólunk, tehát tervezünk egy YouTube csatornánkra feltölteni még dalokat, már két dalunkat stúdión is felvettük, és hát készülünk, hogy egyre több dalt publikáljunk az internetre. A Várkörút napok első napja megfelelő alapot adott a másnapi államalapítás és Sárvárváros születésnapjának méltó megünnepléséhez. Augusztus 20-án újabb 4 színpaddal bővült a Várkörútnapok kínálata. A kétnapos összművészeti utcai és várzenei fesztiválon több mint 30 fellépő vett részt a legkülönfélébb programokkal. Sárvár nem csak az államalapítás, de a város születésnapját is ünnepelte a rendezvénnyel. A Várkörút napok kínálata augusztus 20-án csütörtökön újabb helyszínekkel, programokkal, előadókkal bővült. Élettel teltek meg a város különböző terei. A Hilt Parkban könnyű zenei színpad, a Postatéren artista színpad, a Kossuth téren tánc színpad, a Nádasdi vár kamaraudvarában lugas színpad, a Várparkban bástya színpad és a Nádasdi vár udvarán világzenei színpad várta az érdeklődőket. A fesztivál hangulat egyéb kellékei sem maradhattak el. Nyitva tartottak az éttermek és a kávézók teraszai, a gyerekeket arcfestés, körhinta és dodzsem is várta a városközpont különböző pontjain, az édesszájúak pedig popcorn, nyalókát és fagylaltot is találhattak a kitelepülő árusok kínálatában. A kétnapos összművészeti utca és várzene szervezője a Nádasdi Kulturális Központ volt. Takács Zoltán Bálint igazgató elmondta, a vírushelyzet miatt döntöttek amellett, hogy a programokat több helyszínen rendezik meg. Emlékeztetett, hogy a rendezvénnyel nem csak az államalapítást, de a város születésnapját is szerették volna méltóképpen megünnepelni. Természetesnek kell vennünk, hogy augusztus 20-a a város ünnepe, hiszen 1968-ban ekkor lett város újra város Sárvár, és így természetes az, hogy azért ez az év sem maradhatott ki, és gondoltunk egy nagyot, egy kicsit előre gondoltuk, és megpróbálunk valamit. Azt, hogy egy kicsit széthúzzuk a rendezvényeket, több programot, több helyszínen, több színpadon bonyolítunk le, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a közönséget jobban megmozgatjuk, egy kicsit megmutatjuk nekik a várost, a Sárvárt, hiszen körbe kell járni a Várparkot, a Várat, a Hilt Parkot, a Postateret, a Kossuth teret, és ezt még lehet akár bővíteni majd a jövő évben, hiszen úgy néz ki, hogy jól sikerült. És az egyes színpadok tematikusak voltak. Tehát volt, ahol a világzene szólt, volt, ahol a könnyű zene, volt, ahol artisták mutatták be a tudományukat, volt, ahol a néptáncosok táncoltak, volt, ahol etnozene ment, cigányzene, illetve más népek zenét ismerhettük meg, és volt irodalmi színpad, és nagy örömünkre volt komoly zenei bemutató is. Tehát és mindegyiken a közönség mondjuk az, hogy szép számban képviseltette magát. A városi programon több mint 30 fellépő vett részt. Takács Zoltán Bálint kiemelte, mindez nem jöhetett volna létre a Köszönjük Magyarország projekt nélkül, amely segítette a rendezvény megvalósítását. Ne felejtsük el, hogy ez a program, ez most azért jöhetett létre elsősorban, mert a vírushelyzet miatt létrejött egy hatalmas segítség. A magyar kormány odaadta előre a gázsit, mondjuk így, a zenekaroknak, és mi őket le tudtuk halászni. És azért, ha végig tekintünk a műsoron, itt valóban ismert előadók és ismert zenekarok fordultak meg nálunk, úgyhogy köszönjük Magyarország, köszönjük Sárvár, és köszönjük mindazoknak, akik eljöttek.
Augusztus 20-án a könnyű zenei színpad egyik legjobban várt fellépője a Konyha zenekar volt. Az együttes másodszor adott koncertet a városban. Én nagyon örültem, hogy megint jövünk Sárvárra. Tavaly játszottunk itt júniusban, most pont visszanéztem az akkori koncertet, és nagyon, nagyon, nagyon kedves, nagyon értő közönség volt, egy jó buli volt akkor. És nem csak azért köszönhetünk titeket, mert itt vagytok, hanem idén vagytok 10 évesek, hogy élitek meg ezt a jubileumot. Hát leszünk szeptemberben. Érdekes azért, egy kicsit túlterveztük ezt az idei évet, most aztán az élet ebből elég sok mindent lehúzott a listáról, de így legalább nincs időnk nagyon rágörcsölni, hogy milyen lesz a szülnap, mert bárhogy is lesz, biztos, hogy nagyon jó lesz. A koronavírus járvány érzékenyen érintette a zenészeket is, hosszú hónapokig nem volt lehetőség koncerteket tartani. Szepesi Mátyás elmondta, a Konyha zenekar a közösségi médián keresztül próbált kapcsolatban maradni a közönségével, de a koncertek nagyon hiányoztak nekik. Tehát nyilván a közösségi médiának az egy hatalmas előnye, mondjuk így a 20-30 évvel ezelőtti verziókhoz képest, hogy elég könnyen kap az ember visszajelzést, nyilván ez mindenkinek egy nehéz helyzet volt, de a koncertek nagyon hiányoztak, mert azért az igazi, tehát nem is tudom, nagyjából egy hónapja volt az első koncertünk újra emberek előtt, és így tényleg azt gondoltam, hogy hát ez olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni, és nyilván van egy csomó dolog, amit nem lehet elfelejteni, de pont az a része, hogy mennyire egészen elképesztő dolog megint érezni az energiát az emberek felől jönni, meg látni, hogy mosolyognak, örülnek, reagálnak dolgokra. Az tényleg olyan, hogy így, úristen, ez eddig is ilyen jó volt, ez régen is ilyen jó volt, nem hiszem el, hogy ez ilyen jó volt. És tényleg az van, hogy most valószínűleg ez a mostani helyzet így rátesz ezzel egy lapáttal, de tényleg egészen elképesztő érzés koncertezni megint. A zenekar tagjai az elmúlt hónapokban sem tétlenkedtek, új dalokon dolgoztak. Júniusban már bemutatták Mindig ideben című dalukat, és készülnek még további újdonságokkal. Idén várhatóan egy új lemezt is kiadnak. Nagyon sok ötleten dolgoztunk. Én főleg a karantén elején volt ez, hogy így nagyon sok olyan ötletnek nekiestem, aminek nem volt előtte idő, hogy így befejezzem őket, szárba szökkenjenek. És aztán több dalon is elkezdtünk együtt dolgozni, és pont most kezdtünk el beszélgetni arra, hogyha most lemegy ez a viszonylag szerencsére koncertintenzív pár hét, akkor bizony nekiesünk, mert hogy idénre lemezt ígértünk, és reméljük, hogy be is tudjuk tartani. Az idei nyáron nem lehetett nagy rendezvényeket tartani, de a Nádasdi Kulturális Központ munkatársai így is megpróbáltak visszacsempészni egy darabot a hagyományos városfesztivál értékeiből és hangulatából. Mindezt sikerült új helyszínekkel, új stílusokkal fűszerezni. A szervezők szerint az új koncepció sikeres volt, fiesta hangulat alakult ki a kétnapos ünnep során Sárváron. Néha sok-sok, néha könnyebb, de tényleg fény, a hajnal serény, minden gyógyítják az estét. Napjaink, sohasem folyik el a festék. Az idén a hagyományoktól eltérően augusztus 4. hétvégéjén rendezték meg a motoros találkozót a Nádasdi várban. A vármíting a vírushelyzet miatt esténként csak 500 főt fogadhatott, ami furcsa volt a szervezőknek, a fellépőknek és a közönségnek egyaránt. Az elmúlt években a rockzenét kedvelő motorosok találkozóját mindig a hónap elején rendezték. A vírushelyzet miatt azonban az idén a hosszú hétvégét záró két napra, szombatra és vasárnapra hívták a zeneszerető közönséget a vár ötszögű udvarára. A főszervező a programot a rendezvény leggyakoribb fellépő zenekarára, a Tankcsapdára építette. Mindkét napon adott koncertet a legendás együttes. Úgy zenéltek, mintha több ezer ember előtt játszottak volna. A közönség száma egyik nap sem lépte át a 450 főt, ugyanis a technikai személyzet, a biztonsági csapat, illetve a zenekarok tagjai és kísérői együttesen adták ki a megengedett létszámot. Szombaton 15 órakor került sor a hagyományos motoros felvonulásra. Mindenki meglepetésére a felvonulók száma megközelítette a félezres számot. Az útvonal mentén pedig szintén nagyon sokan várták és nézték az egymás után érkező vasparipákat. Este a Betferó zenekar lépett fel a Tankcsapda mellett, vasárnap pedig a nagy zenekart a Novell és a Conclasse együttes vezette be.
A közönség minden együttest hatalmas ovációval köszöntötte, és hatalmas bulit csapva tombolt a színpad előtt. Az idei vármeeting nehézségeiről Král Csaba főszervező adott tájékoztatást. Hát igazán úgy voltunk vele, hogy először kérdéses volt, hogy egyáltalán csináljuk a 19-et, de muszáj, mert szeretnénk jövőre egy igazi 20-at, és így belevágtunk ebbe a történetbe. Elég nehézkesen fogytak a jegyek, de hála Isten most teltházon vagyunk, tehát az 500 fő mínusz a személyzet, és úgy néz ki, hogy talán a vihar is elkerül minket. Eddig a Betfero volt a színpadon, ennek nagyon nagy sikere volt, 30-kor indul a tankcsapda, a holnapi nap szintén tankcsapda, két feltörekvő zenekarral, a Novel és a Conclasséval, tehát holnap szerintem még nagyobb bulit várunk, mint a mai nap. Mennyiben nehezítette a dolgotokat az, hogy csak 500 fővel tudtatok számolni? Nagyon, tehát ehhez kellett a tankcsapda, aki nem úgy jött ide, hogy azt a pénzt kérné el, ami egy koncertre jár, tehát azt mondtam, hogy vasárnap összeülünk, aztán megbeszéljük, hogy mi legyen, tehát ez nagyon kellett, ha ez nincs, akkor azt nem tudjuk megcsinálni. És mennyiben változott például a motoros felvonuláson résztvevők száma, illetve az itt sátorozóknak a száma? A sátorozók ugye evidensen sokkal kevesebb, mert nem fértek el. A felvonulásra se számítottunk ekkora tömegre, ami lett. Tehát annyi motoros összeverődött, hogy szinte az eredeti hosszú sor alakult ki a felvonuláson. Ez nekünk is meglepetés volt. A két nap főszereplője a tankcsapda volt. A szombatesti koncert után Lukács Lászlóval, a zenekar énekesével beszélgettünk. Az a helyzet, hogy mi a múlt héten, nem is tudom, talán másfél héttel ezelőtt indult ez a turné, ez a Nem hagylak el címre keresztelt egyébként hashtag 500 alcím alatt futó turné, ugye ismerik a körülményeket. Értelemszerűen ez már a nem is tudom, a hetedik tehát koncert volt ezen a mostani sorozatban. Nagyon sokszor voltunk már itt játszani Sárváron, itt a várban, a vármeeting alkalmakkor, és minden alkalommal kurva jó bulik voltak itt éppen, ezért egyáltalán nem bizonytalanra jöttünk ma estére, pontosan tudtuk azt, hogy egy jó hangulatú koncert lesz, ez így is volt. De ahogy mondtam is neked, nem az első volt ez nekünk már ebben a sorban, hanem a hetedik koncertjének a mostani turnénak, és rettentően élvezzük, annak ellenére is élvezzük ezt, hogy csak egy limitált létszámot lehet beengedni esténként. A közönség is szereti, szemmel láthatóan, füle hallhatóan, és mi is így vagyunk ezzel. Ennyi hónap kihagyás követően, amikor az ember kényszer szüneten van, és itt a kényszer szó van a hangsúly, nem pedig a szünet szó, értelemszerű, hogy amikor újra közönséggel járhatsz, még ha mondom ilyen limitált beengedésű dolog is ez, és általában kisebb helyszíneken játszunk éppen ezért. Nyilván az ember, főleg egy zenész ember, aki mondjuk évtizedek óta turnézik és színpadon áll, egy ilyen ember számára ez egy olyan, mint a levegővétel, amikor az ember a víz alól feljön, hogy hú, végre valahára megint friss levegőt tud szívni. Azt gondolom, hogy ez lehet az oka annak, hogy ilyenkor az emberek, a zenészek a színpadon felszabadultabbak és lelkesebbek talán, mint általában szoktak, bár hozzáteszem, hogy igazából mi sokszor elmondtuk már interjúban, nem attól tesszük függővé egy koncertnek a hangulatát, hogy nem attól függően értékelünk egy koncertet, hogy sokan voltak, vagy kevesebben adott esetben egy kisebb helyszín befogadó képessége miatt, sokkal inkább a közönség és a zenekar közötti interakció minőség az, ami meghatározó bulik szerintem. És ezt az idéző lesz szünetet mire használta fel a zenekar? Figyelj, nagyon sok mindent csináltunk az elmúlt hónapokban, nem akarok belemenni a felsorolásba, hogy milyen akciókkal, milyen videoklippekkel, milyen új dalokkal, milyen jótékonysági dolgokkal jöttünk elő, és hogyan próbáltunk segíteni magunkon is, másokon is, a saját technikai gárdánkon is, más emberekkel is, milyen olyan fajta ötletekkel álltunk elő, amik az embereket, a tankcsapdásokat megmozgatták. Hogyha valaki erre kíváncsi, meg tudja nézni ezeket a saját felületeinken, a honlapunkon, a Facebook oldalunkon. Eddig egészen biztos, ahhoz képest, hogy ez egy koncertmentes időszak volt, ahhoz képest legalább annyi teendünk volt, mint amikor túlnézünk, csak nyilvánvalóan más. A szigorú járványügyi szabályok betartása mellett is egy fantasztikus hangulatú hétvégét varázsoltak a rock szerelmeseinek a szervezők a Nádasdi várfalai közé. Érdemes várni a jövő évi jubileumi 20. vármeeting mind a 4 napját. Mondják el, hogy merre mennek,
A Maminti színjátó csoport augusztus 29-én és 30-án mutatta be a Találkozunk tegnap ilyenkor című előadását a Nádasdivárban. Az idei produkció különösen fontos volt számukra, hiszen ebben az évben ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját. A Maminti színjátszó csoport két estén át hívta időutazásra a közönséget a Nádasdivár udvarán. Visszatekintettek a sanzonok meseszerű korszakára, a 20-as, 30-as évekre, az akkori idők idilli hangulatát varázsolták a színpadra. Hát akik ismernek minket, ők látják, vagy illetve látták, hogy ezelőtt 3 évvel már volt egy hasonló előadásunk. Az akkor szintén ebben a díszletben, közel ebben a díszletben volt, és ugyanúgy a 20-as, 30-as évek világát idéztük meg. És valahogy a gyerekeknek erre volt egy ilyen igénye az egyel későbbi generációnak is, hogy nekik nagyon tetszik ez a világ, ezek a ruhák, ezek a dalok, és hogy készítsünk egy ilyen előadást. Viszont akkor volt egy színdarab a közepén, egy Molnár Ferenc egy felvonásos, de most úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk, a vírushelyzet ugye sok mindent felülírt nálunk is, és nem lenne erre kapacitás, és akkor egészítsük ki valamivel. És akkor szintén a régebbi időkből voltak nekünk versösszeállításaink, szövegek, amiket nagyon szerettünk, és megpróbáltuk valahogy összepecsvörközni az új dalokkal, illetve olyan dalokat kerestünk, amik jók ezekhez a szövegekhez, és valahogyan belehelyeztük, és egy ívet adtunk neki, és lett ez a férfinő kapcsolat a kezdetektől a sok-sok buktatón át, a szép meg a nem szép végéig. Komoly próbafolyamat áll a színjátszó csoport tagjai mögött, hiszen a fiatal korosztálytól távol áll a 20-as, 30-as évek világa, de lelkesen tanulták a dalokat, szövegeket. Egyébként igazad van, nagyon távol áll tőlük, és nagyon nehéz megértetni, főleg a szövegeket. Pedig a szövegek nem is olyan régiek, tehát Vörös Sándorról beszélünk, Szabó Éváról, Gyurkovics Tiborról. Nem olyan régiek ezek a szövegek, de mégis annyira másmilyen az a világ, amiről ezek a szövegek szólnak, hogy nagyon nehéz a mai generációhoz eljuttatni. De valahogy sikerült, többen dolgoztunk rajta, hogy kinek melyik legyen, melyik vers legyen, melyik szöveg legyen az övé, és aztán sokat dolgoztunk, tehát személyekkel külön-külön dolgozgattunk, és aztán megértették, és eljutott hozzájuk, és bele tudták tenni önmagukat ebbe a versbe. Még akkor is, hogyha nagyon, nagyon sokan mondják, hogy hát 14-15 éves gyerekek nem tudnak szerelmi csalódásról beszélni, meg házassági kudarcról, mert nem érték át. De hát, könyörgöm, hát nem éltük át az erőltetett menetet sem, és mégis mondhatunk Radnótitól eklógákat. Tehát, hogy ez mindenki a saját maga a nyelvére lefordítja. Mindenkinek van vesztesége, és beleteszi azt a veszteséget ebbe a versbe. A dalok azok meg bármennyire is furcsa, hát imádják ezeket a dalokat. Tehát takarítanak, és közben ezt énekelgetik meg csinálják a díszleteket, és közben énekelgetik. Tehát tetszik nekik, szeretik. A Maminti színjátszó csoport ebben az évben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját, több előadást is terveztek, de a vírushelyzet miatt csak ezt az augusztus végi produkciót tudták megtartani, mint a jubileum nyitó eseményét. Hát ez a 20 év, ez nagyon sok mindent jelent. Szerintem egy életben is nagyon sok a 20 év, de egy pályán vagy egy színjátszó csoport életében meg aztán igazán sok. Én 28 éve tanítok, és abból 20 év ez a színjátszó. És hát a 20 év alatt nagyon sok mindent átéltünk. 20 év alatt végül is megteremtettünk egy hagyományt Sárváron, felépítettünk egy színjátszó csoportot, és én úgy gondolom, hogy biztos, hogy a sok kudarc mellett azért, vagy a sok negatívum mellett azért ezerszer több a pozitívum, amit átéltünk, és hát nagyon sok gyerek erre a pályára ment, tehát valamilyen szinten színházzal kapcsolatban dolgozik, tehát ez is a hozománya lett. Nagyon sokan készülnek bármilyen úton, módon, nem feltétlenül színészi, de bármilyen színház közeli pályára, vagy drámapedagógusnak, tehát biztos, hogy megvolt az a hozománya, amit meg kellett, hogy hozzon. A közönség mindkét este együtt énekelte, dúdolta a szereplőkkel a dalokat, a végén vastapssal köszönte meg a produkciót a Maminti színjátszó csoport tagjainak.
Kedves nézőink, műsorunkat programajánlóval folytatjuk. A Vár kortárs művészetet bemutató kiállító termében nyílik meg szeptember 6-án 11 órakor Kopacz Mária festőművész kiállítása. A megnyitó egyben a Galéria Arcis őszi kiállítás sorozatának kezdő rendezvénye. A tárlatot Dabóczi Dénes művészettörténész nyitja meg. Szeptember 7-én 18 órakor három nagyszerű zenész felejthetetlen koncertélményét ajánljuk figyelmébe a klasszikus és a régi zene rajongóinak. Az elegancia találkozik a díszterem történelmi hagyományaival. Közreműködnek Kalavszki Adrián szoprán, Kónya István lant és Király Dóra furúja. A belépés díjtalan. A Szilveszter Könyvbarátok Klubja idén ünnepli 10 éves fennállását. A szeptember 9-én 17 órakor kezdődő jubileumi est vendége Grecsó Krisztián író, költő, dalszerző lesz, akivel legutóbb megjelent köteteiről, irodalomról, családról és az élet csodájáról beszélgetünk majd a Vár Kamara udvarán. Az Auto Baumgartner Kft. Idén 25 éve várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Megérkezett a teljesen megújult Captur, mely különleges vonalvezetésével, új C-alakú full LED lámpáival, elegáns külsejével egyből magára vonja a figyelmet. Bővült a helykínálat, az autó 11 cm-rel hosszabb, mint elődje. Új innovatív technológiák kerültek az autóba, 9,3-colos multimédia érintőképernyő, 10,25-colos digitális műszeregység, sávtartó rendszer, adaptív tempomat, táblafelismerő rendszer, aktív vészfékező rendszer. Szalonunkban most megtekintheti és ki is próbálhatja a megújult Captur-t. Várjuk az autó Baumgartner Renault márkakereskedésben, Szombathelyen, a Csaba utca 7-es szám alatt. Augusztus 29-én három csapat részvételével rendezték meg a Sárvár Fürdőkupa 2020 felkészülési tornát a Sárvár Arénában. A Sárvár Fürdő Kinizsi mellett pályára lépett az Alsós és a Wiener Neustadt csapata. A kézilabda torna a hazaiak sikerét hozta. A Sárvár Fürdőkupa 2020 felkészülési torna körmérkőzéses rendszerben került lebonyolításra a Sárvár Arénában. Az első fordulóban a Sárvárfürdő Kinizsi és az Alsóörs, a másodikban a Wiener Neustadt és az Alsóörs, majd a harmadikban a Sárvárfürdő Kinizsi és a Wiener Neustadt mérkőzött meg egymással. Az előző bajnoki idény a koronavírus járvány miatt korán véget ért, így a csapatoknak idén a szokásosnál is fontosabb volt, hogy ismét pályára lépjenek és éles helyzethez hasonló körülmények között próbálják ki magukat. Az MB2-es sárvári házigazda számára pedig különösen nagy szerepe van a felkészülési mérkőzéseknek, hiszen új edzővel kezdi meg a 2020-2021-es bajnoki idényt.
Ez most nagyon fontos volt, több szempontból is. Ugye az egyik az, hogy tavasszal március elején leállt a bajnokság, és azóta igazából nem játszottak meccset a lányok. Új edzője van a csapatnak, ez is köztudott most már egy hónapja, tehát neki is ismerkedni kellett a csapat játékos keretével, plusz ugye új játékosok is vannak. Tehát mindenképpen az volt a lényeg, hogy egy erős alapozást követően minél több előkészületi edzőmérkőzést tudjunk játszani. Ez így is volt, hiszen most a mai meccsel együtt, a mai kupával együtt összesen 6 előkészületi mérkőzésen vagyunk túl. Az első 3 előkészületi mérkőzés az NB2-es csapattal, a délnyugati csoport 3 NB2-es csapatával volt. Ők viszonylag szerényebb játékerőt képviselnek, ugyanabban az osztályban volt a Nagykanizsa, a Hévíz és az Zalaegerszeg, mint mi, de gyengébb játékerőt képviseltek, ott sikerélményt szereztek a lányok, picit ráhangolódtak. Utána volt egy húzós meccsünk, ez a szombathelyi SKK a NB1B-s csapatával, ott 11 gólos vereséget szenvedtünk, de hát ők az NB1B-re készülnek, meg egy osztályjal lejjebb az NB2-re, és ezt követte ez a mai torna, ahol pedig szándékosan 2 különböző erősségű csapatot látunk vendégül. Az egyik az Alsóörs, aki ugyan a megyei bajnokságban játszik, ott az első helyen áll, de az NB2-re készülnek és NB2-es csapatot akarnak, és tele vannak NB2-es múltú játékossal, éppen ezért. Hát őket 10 gól fölötti különbséggel sikerült megverni. A másik csapat pedig a Wiener Neustadt, az osztrák első osztályba játszik. Azt tudni kell, hogy az osztrák első osztály azért a magyar első osztályjal nem azonos színvonalat képvisel, de ott korábban meghatározott csapat volt, a Jenőfi Kati, ott játszott a mi játékosunk, akkor második, harmadik helyen végeztek az osztrák bajnokságban, most egy picit gyengében szerepelnek, tehát fölnézek az eredményjelzőre, hogy pontosan mondjam, mert most lett vége a meccsnek, 6 góllal vertük végül őket, tehát ez egy nagyon jó felkészülési mérkőzés volt, és így torna győztesek lettünk, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy játszunk. A felkészülési torna harmadik helyezettje az Alsóörs, második helyezettje a Wiener Neustadt, a kupa győztese pedig a Sárvárfürdő Kinizsi lett. A díjakat Haraszti Zsolt, a sárvári kinizsiese elnöke adta át. Az eredményhirdetés során sérülés és betegségmentes, hosszú lefolyású szezont kívánt a csapatoknak. A Sárvár 31-25-re győzött a Wiener Neustadt, 35-22-re az Alsóörs ellen. Csonka László szakosztályvezető az eredményhirdetés után elmondta, a Sárvárfürdő Kinizsi bizakodva készül az új szezonra. Úgy tűnik, hogy az edző és a játékos keret egymásra talál, és mindenképpen azt láttuk, hogy sikerült úgy igazolnunk, hogy erősítést jelentsen a Garca Rebeka, mindenképpen bő játékos keretünk van, eddig a sérülések nagyjából elkerültek bennünket, bizakodva készülünk az új szezonra, de a célkitűzés továbbra is az, amit mindig mondtam, hogy az első 5-be kell bent lenni. A bajnokság kezdete előtt még egy edzőmérkőzés vár a sárvári csapatra az Alsóörs otthonában. Az NB2 őszi szezonjának első mérkőzését szeptember 12-én szombaton játsza a Sárvárfürdő Kinizsi, a győri Audietto KC U22-es csapata ellen idegenben. Kedves nézőink, továbbra is sporthírekkel folytatjuk. A Vas megyei első osztályú labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Sárvár FC labdarúgó csapata idegenben 2-1-re győzött a CVS-e Vulkánfürdő csapata ellen. Így a Sárvár FC a tabella éléről várja a negyedik fordulót szeptember 5-én 16 óra 30 perckor a VPS-e csapatát fogadják hazai pályán. Adásunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Már igényelhető a fűtés támogatás a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendben megkezdődött az új tanév, szeptember 1-én 474 diák ült az iskolapadba. A rendőrség Házhoz megyünk bűnmegelőzési programjának keretében szerveztek kerékpárjelölő és nyilvántartásba vevő kerékpár regisztrációt. A Köszönjük Magyarország program keretében szervezett ünnepi programsorozatot a Nádasdi Kulturális Központ augusztus 19-én és 20-án. Augusztus 20-án újabb 4 színpaddal bővült a Várkörútnapok kínálata, így a kétnapos utcai és várzenei fesztiválon több mint 30 fellépő vett részt. A 19. vármeeting a vírushelyzet miatt esténként csak 500 főt fogadhatott, ami furcsa volt a szervezőknek, a fellépőknek és a közönségnek egyaránt.
A Maminti Színjátszó csoport augusztus 29-én és 30-án mutatta be a Találkozzunk tegnap ilyenkor című előadását a Nádasdi Várban. Augusztus 29-én három csapat részvételével rendezték meg a Serverfürdő Kupa 2020 felkészülési tornát a Sárvár Arénában. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk szeptember 5-ei adását látták. Új közéleti magazinnal szeptember 12-én jelentkezünk majd. Kövessenek bennünket a Facebookon és YouTube-on is. A viszontlátásra!